Jó napot kívánok! Ma nézzük meg, hogyan lehet egy kulccsal SSH-n, vagy ugye a file átviteli protokollt az SSH-nak az SFTP-nek hívják, ezen keresztül belépni egy szerverbe. Hát először szükségünk lesz a PuTTY, vagy magyarul ezt úgy szokták mondani, egy PUTTY nevű programra, meg annak vannak bizonyos segédprogramjai, amik segítenek az autentikálásban, magyarul a belépésben. És ugye most nem a hagyományos régi felhasználó név plusz jelszó párossal fogunk belépni, hanem egy kulccsal. Az a kulcs, ez egy nagyon hosszú, a jelszóhoz képest legalábbis nagyon hosszú adat, folyam, bináris adatkupac. Jó, hát elsősorban itt ugye direkt nem mutatom az egész kulcsot. Ugye úgy kezdődik egy ilyen, ez RSA kulcs, az a technikai neve, hogy begin RSA private key, és úgy végződik, hogy end RSA private key, csak itt a kulcsaját nem kívánom a videóban, vagy az egész kulcsot nem kívánom fölvenni. Tehát ki kell, ugye meg kell szerezni valahogy a kulcsot, és le kell tölteni ezt a PuTTY-gen nevű programot, hát ez már nekem le van töltve, itt el is indítom. És akkor itt importálni kell ezt a kulcsot. Hát itt az asztalon van is egy könyvtár erre a célra félretéve, aminek az a neve, hogy kulcs. És akkor innen, itt mindjárt létrehozok egy fájlt, és abból be fogom olvasni a kulcsot. Jó, és akkor ez beolvasta a kulcsot olyan formátumban, amit tudnak a Windows-os programok is kezelni. Azt nem említettem, hogy ez egy Windows-os, tehát Windows operációs rendszerből való belépéshez kell. Ugye, és itt látható a kulcs, és ezt ugye a publikus kulcs része, amit ezzel a gombbal le lehetne menteni, az ami azon a szerveren kell jelen legyen, ahová belépünk. A privát kulcs az meg nálunk kell, hogy legyen, amivel belépünk. És ugye ez egy ilyen zár kulcs analógiával, a publikus kulcs az a zár, azt ugye közé lehet tenni, mert az nem fog sokat segíteni a belépésben. A privát kulcs az pedig a kulcs a zárba, amivel kinyitjuk a zárat, tehát amiről azzal lehet belépni. Jó, hát akkor ezt most elmentem egy fájlba. Megkérdezi, hogy szeretném egy jelszóval védeni, hát most leszek annyira felelőtlen, hogy nem. És akkor mondjuk, mit tudom én, a szerver nevével érdemes elnevezni, hogy mi a szerver neve. Jó. Akkor itt létrejött az a file, hogy szerver neve ppk. Ez itt nem Windows 7 kompatibilis program, de se baj. És utána a PuTTY nevű programmal, nekem nagyon pici felhasználó felete van, ugye úgy lehet belépni SSH-n keresztül egy szerverbe, hogy itt meg kell adni a szerver nevét, itt meg kell adni, hogy ha mondjuk nem a standard 22-es SSH porton lép be az ember, akkor melyik porton. És itt a fában ki kell nyitni a connection SSH out faágat, és itt megkeresni a kulcs nevű mappában, ahol az előbb elraktuk ezt a kulcsot, a szerver nevét, és még ha mindent be akarunk állítani, akkor a connection data fölébe be lehet írni a felhasználó nevet is, és akkor ez tulajdonképpen teljesen automatikusan fog bejelentkezni, se a felhasználó nevet, se a jelszót helyettesítő, ugye kulcsot nem fogja bekérni. És itt a sessionök között itt lehet adni neki nevet, hogy mit tudom én, szerver neve néven el lehet menteni, ezzel a save gombbal itt, és akkor utána innen már ki lehet keresni, hogy az összes beállítást egyben nem kell ezeket mindig beírkálni, hanem itt csak rákatintok egy ilyen elmentett sessionre, és betöltöm, és akkor minden rögtön betöltődik, meg az összes többi beállítás is rögtön betöltődik, és az open-nal ki lehet nyitni. Hát nézzünk akkor egy ilyen belépést, ugye egyszerűen csak elindítottam ezt a
session-t és a megfelelő szerverre a felhasználónével is a, ugye itt mondja, hogy ezzel a felhasználónével és ezzel a publikus kulcssal belépett, és már itt ki lehet adni Linuxos parancsokat, és végre is hajtja. Hát ez ilyen egyszerű. Nézzünk egy másik programot, a WinSCP nevű programmal. Ugye ezzel a szokásos konzolt, amit az előbb lehetett látni, ezt nem fogjuk megkapni, ezzel csak úgynevezett SFTP protokollon lehet fájlokat átvinni, tehát ez a 10-20-30 éves, inkább 30 éves FTP protokoll, ami elég régi, ahelyett ez egy modern és titkosított és hát még tömörített is, meg hát egy csomó modern dolog ellátott. Itt ugye úgy lehet, hogy itt a megnyomom, ez néha magyarul van, amikor átállítja az ember, itt az új gombbal, vagy new gombbal, ugye itt alapvetően az a alapérték, vagy SFTP protokoll, de szintén be kell írni a szerver nevét, úgy, hogy a PUTY nevű programban az előbb, ide a port számot, ide be kell írni a felhasználó nevet, ezt a mezőt nem kell kitölteni, és itt a kulcsnál az előbb generált kulcsmappában, itt van ez a PUTY-gen által generált privát kulcs, ezt betöltöm, és a logingon megnyomásával be is lehet lépni. Itt is persze a Store Session-nél itt lehetnek ilyennek egy nevet, itt a Save gomba, bocsánat, itt lehetnek egy nevet adni, és ezt szintén el lehet menteni, minden programindításkor ne kelljen külön ezeket beírni, és hát ha jól látom, akkor hát ide már nem lehet belépni, de talán ebbe a másikba be lehet. Ó, ennek már nincs publikus kulcsa. Hát, megmondom őszintén, ezt a programot nem használom, de itt egy Total Commanderhez hasonló két paneles felületet lehet kapni, az a egyik, talán a baloldali panel, ez az egyik panel a távoli szervert fogja jelenteni, a másik panel meg a helyi számítógépünket, és a kettő között lehet fájlokat átmásolni. Hát ugye ez másra való, mint az előbb látott konzol, ami ugye így néz ki, mert ugye itt ki lehet adni parancsokat, ez sokkal több lehetőséget biztosít, mondjuk itt fájlokat nem lehet átvinni, itt viszont semmit nem lehet csinálni, csak fájlokat átvinni. Hát ugye ez arra való, hogy fájlokat töltsünk föl, ez egy viszonylag egyszerű dolog, ez a konzol vagy terminál, ez meg arra való, hogy karban tartsunk egy szervert. Hát ez ilyen egyszerű, akkor mindent jót kívánok és el is búcsúzom. Viszont hallásra!